Az Alpok lábánál terül el Európa egyik legszebb városkája. Kocsis Katalin a nyári hónapokban látogatott el oda, de mint mondja, Salzburg minden évszakban így télen is csodálatos. Mozart szülővárosa maga a velünk élő történelem. Vannak tüneményes kis, egész kis keskeny utcái, ahol az ember szinte így eléri a két házfalat, aztán hát vannak nagyvárosiasabb jellegű helyei is, és hát tudom én, 1400-ból, 1500-as évekből megmaradt házak, épületek. Voltam olyan könyvesboltban, amire ki volt írva, hogy Európa legrégebbi könyvesboltja, 1500-valahányban alapították, vagy láttam olyan éttermet, ami meg már ezért azt írták ki, hogy ez is Európa legrégebbi vendéglátóhelye, a Szent Péter apátság étterme, ami hát régen is arra szolgált, hogy a vándorlókat fogadja és ellássa, és ma is működik. Hát nem pont azon abban az épületben, mert azóta ott nyilván már újra építkeztek, de azon a helyen tulajdonképpen. Pontosan azon a légköbméterben jártak arra 800-ba, nem 1800-ba a turisták, meg a vándorlók, mint most. Tényleg elképesztőek a léptékek. Az ember bemegy mondjuk mégis a Dómmúzeumban, akkor ott rögtön hát elképesztő tanúságtételét látja annak, hogy Salzburgban már 800 körül virágzó középkori kultúra volt. Magát a várost 700 körül Szent Rupert alapította, akinek a sírját meg is lehet nézni a Szent Péter apátság templomában. És egy nagyon érdekes hát államformája volt, mert ugye hercegérsekség volt. Először püspökség volt, aztán érsekség lett, és ugye ez a hercegérsekségnek már nevében is bent van, hogy az uralkodó hercegérsek egyszerre volt egyházi uralkodó, egyházfő, és egyszerre világi uralkodó. Ez nem sok helyen volt így, ez egy ilyen salzburgi különös érdekesség. És ez így volt majdnem egy évezreden át, mert csak Napóleon, ugye, aki hát annyi mindent megváltoztatott Európában, hát ő burogatta fel a Salzburgnak az addigi rendjét is, és aztán már nem hercegérsekség volt. Salzburg egyik leghíresebb hercegérseke Wolf Dietrich von Reitenau volt a 17. század hajnalán. Szenvedélyes szerelem fűzte egy helyi polgári származású lányhoz, Salome Althoz. Később az utóda lett egy bizonyos Marcus Titticus, aki már nagyon ácsingozott a hercegérseki székbe, és amikor megtudta ezt a Salome ügyet, akkor ezt használta föl arra, hogy bemártsa a pápánál ugye, a hercegérseket, és hát nem csak hogy letaszították a trónjáról szegény Wolf Dietrichet, hanem még be is börtönözték a Hohenzollernsburg várába, ahonnét aztán felfedezték, hogy kis levélkéket dobál ki az ablakon, hogy a imádott Szaloméjának juttassák el ezeket, aztán hát még olyan szinten szigorúan bántak vele, hogy eztől kezdve egy ablaktalan helyiségbe kellett szegénynek raboskodni, és hát ott is halt meg. És hát most, mint egy szellem formájában egy ilyen város attrakció, hogy ott van egy ilyen múzeum az Alaksorban, fönt a Hohenzollernsburg várában, és ott egy ilyen masina, mint szellemet őt megmutatja, és a hátborzongató síri hangon elmeséli a történetét. A Mirabel Kastélypark a hercegérsek és Salome szerelmi történetének egy fejezete, és azóta is Európa egyik legfenségesebb nevezetessége. Salzburg leghíresebb szülötte Wolfgang Amadeus Mozart, akinek szülőháza még ma is teljes épségében fogadja az érdeklődőket. Egy ilyen szűk városi ház a belváros legközepében. Az ember szinte akár honnét jön, megy, mindig belebotlik. Annyira a központban van, és hát mindig ott, hát augusztusban, amikor én ott voltam, hát sokszor akkora tömeg volt abban az egész utcában, Getreide Gassénak hívják, Gabona utcának, és akkora tömeg volt, hogy az valami egészen elképesztő. Hogyha az ember mégis szeretne bemenni, van annyi ideje, hogy szeretne bemenni a múzeumba, akkor ahhoz azt tudom tanácsolni, hogy reggel 8:30-9 körül kell oda menni, mert 9-kor nyit, és akkor még szép simán be lehet jutni.
még akkor is, amikor az ünnepi játékok vannak és a legnagyobb tömeg. De délután, hát akkor nem is tudom, meddig állt a sor. Szóval teljes döbbenet. És hát az ember azért akár csak elmegy előtte, és benéz a kapuajba, mert az a lépcső van. Azok a fakockák szerintem, amin a Mozart is járt, mert én nagyon úgy néztem őket, hogy azok teljesen eredetiek. És ők a harmadik emeletre laktak, úgyhogy azért kellett neki jócskán lépcsőt mászni gyerekkorába, de hát nem a saját házuk volt, ugye nem volt a család olyan gazdag, hanem hát úgy bérelték azt a lakást. Elég kicsi lakás is volt, és hát ott élt a család, apa, anya, a kis Mozart és a nővére, a Nannerl. Volt egyébként több gyerek a családban, és hát akkoriban nagyon borzasztó volt a gyerekhalandóság, és mind meghaltak. A csecsemőkorukban a többi gyerek, csak a... És a Mozart a nagy Wolfgang Amadeus a legkisebb gyerek volt, úgyhogy szerencsére életben maradt. Na, úgyhogy ott lakott az egész család Mozartnak a tinédzser koráig, és akkor átköltöztek, kicsit jobb anyagi körülmények közé kerültek, és akkor átköltöztek a folyó túloldalán lévő úgynevezett táncmesterházba. Az a ház is megvan, hát nem, az nem teljes eredetiségében van meg, de egy japán alapítványból éppen most nem olyan régen egy az egybe rekonstruálva felépítették. Tehát teljesen ott van, és teljesen ugyanazzal az alaprajzzal, mint amilyen akkor régen volt. És hát az is ma múzeum, mint ahogyan a Mozart szülőház is múzeum. És hát azért az ember, ahogyan bemegy ezekbe a helyiségekbe, és akkor ott látja a Mozartnak a gyerekkori kis hangszerét, amin először tanult meg klimpírozni, meg az első hegedűjét, meg hajfürtjét, meg hát olyan nagyon sok relikvia nincsen, mert hát sajnos ugye azért hosszú idő eltelt azóta, és hát eléggé szétszóródott a konkrét hagyaték, de hát azért ilyesmit lehet látni, és tényleg az ember szinte érzi a hely szellemét, hogy hát itt történt minden. Az a sok-sok történet a gyerekkorából, amit lehet olvasni, hogy kocsoda gyerek volt, és erről vannak ilyen történetek. Szóval az mind ott abban a szülőházban történt, és akkor az ember ott sétálgat, szóval azért az nem semmi. És hát ez tényleg igen nagy élmény volt, más, és Salzburgban van az úgynevezett Mozarteum, ahol gyakorlatilag őrzik a mozarti örökséget, tehát ott mindent összeszedtek, ami egyáltalán kézzelfoghatóan megmaradt Mozart idejéből, és hát ezek egy része van ugye a múzeumokba kitéve, és hát magát a teljes életművet ott dolgozzák fel, most már digitalizálva például, és hozzáférhető az interneten, és ott folytatják a tudományos kutatásokat, és ott folytatják az oktatást, tehát a legfelsőbb szintű zeneoktatást, ez a híres Mozarteum.